A kutatás keretében 30 európai országban demográfiai mutatók szerint reprezentatív mintán mérik, hogy mik az európaiak főbb attitűdjei, véleményei a fontosabb közéleti kérdésekben, mondta el nekünk Hortai Olivér, a Százedvé Gazdasági Folyamatok Kutatóintézet igazgatója. Ez egyfajta szerelemprojektünk nekünk a Századvégben. Kutatóként nagyon érdekes és nagy dolog az, hogy egy ilyen nagyméretű primár kutatásban részt lehet venni. Az MCC-vel közösen pedig ezekről az eredményekről beszámolunk. Az MCC-ben nagyon sok olyan fiatal van, aki érdeklődik egyrészt a közéleti témák iránt, másrészt az Európai Unió jövőjével kapcsolatos főbb kérdések iránt, és mi megpróbáljuk az ő véleményüket formálni, megpróbáljuk az informáltságukat növelni azzal, hogy bemutatjuk számukra a kutatásunk eredményeit. Hortai Olivér két fő területet képvisel a kutatásban, a gazdaságpolitikát, illetve az energiapolitikát. Kutatás energiapolitikai szempontból egyedülálló, tudnélik a korábbi adatfelvételek mind-mind megelőzték a főbb eseményeket. Hát 2021-ben, augusztusban és szeptemberben történt az adatfelvétel, az energiaválság első nagy ártüskéje októberben volt. Utána a következő adatfelvételre 2022. januárjától február 15-éig került sor, február 24-én robbant ki az orosz-ukrán konfliktus, utána volt egy adatfelvételünk 2022 őszén, amikor a szakértők a legsötétebben látták a helyzetet, tehát ez világszinten egyedülálló, hogy mi a kutatásunkban tudjuk mérni az egyes események hatásait. És azt tapasztaljuk ezekben a kutatásokban, hogy a főbb témákban bár azt érezhetjük sokszor a média beszámolók alapján, hogy Magyarország egyedül marad a véleményével Európai Uniós szinten, de ez a közvélemény tekintetében nincs így. A főbb témákban, migrációban, szankciós politikában, a háborúval kapcsolatos hozzáállásban, vagy a főbb energiapolitikai, gazdaságpolitikai kérdésekben az európaiak rendre azon az állásponton vannak, amilyen álláspontot Magyarország is képvisel. Számomra a legmeglepőbb eredmény az energia blogban, hogy, és ez egyben egy lesújtó, aggasztó eredmény is, hogy időről időre föltesszük azt a kérdést az európaiaknak, hogy képesek-e kellő mértékben felfűteni az otthonukat, és hogy előfordult-e velük az elmúlt egy évben, hogy egzisztenciális okokból nem tudták befizetni a rezsiszámlájukat. Ezek olyan kérdések, amiket a nemzetközi szakirodalom előszeretettel használ az energiaszegénység mérésére. És az elmúlt két évben azt tapasztalhattuk, hogy azokban az országokban is, amelyek magasabb jövedelmű, tehetősebb országok, hogyha a kormányzatok nem vezettek be a magyar rezsicsökkentéshez hasonló védőmechanizmusokat, amik az energiaválság hatásait tompítják és a szankciók hatását tompítják, nagyon súlyos problémák adódtak. A legutóbbi adatfelvétel szerint ma az Európai Unióban minden ötödik háztartás fűtési nehézségekkel küzd, és az egyetlen olyan ország, ahol az arány egy számjegyű, az Magyarország. Szerintem nagyon hasznos, hogy információhoz jutunk arról, hogy mi zajlik körülöttünk. Az Európai Unió közösségének a tagjai vagyunk. Időről időre a főbb közéleti kérdésekben kooperálni kell, bizonyos esetekben vitatkozni más országok képviselőivel, és az, hogy Magyarországnak és a Magyarországon közéletről gondolkodóknak van információjuk arról, hogy egy másik országban a polgárok hogyan gondolkodnak ezekről a kérdésekről, a közéleti kérdésekről, és mit várnának el a saját döntéshozóitól, ez egy olyan többlet információt jelent, ami a nemzetközi vitákban vagy együttműködésekben nagyon hasznos lehet a döntéshozók számára. Ugyanígy más témákban is végeztek a szakemberek feltérképezést 30 ezer ember megkérdezésével, mint a migráció, keresztény kultúra megőrzése, a családok és gyermekek védelme, az orosz-ukrán háború és a Kínával való kapcsolat, ami kutatási eredményekről egy kerekasztal beszélgetés keretein belül kaptak információkat az egybegyűlt érdeklődők.